A felkészülés negyedik hetében jár a Nyíregyháza Spartacus, a szakmai stáb a konditeremben és az örökösvaldi pályán igyekszik az időszaknak megfelelő terhelésben részesíteni a játékosokat. Ahogyan az ilyenkor lenni szokott, alakul a játékos keret is. Már nem a klub labdarúgója, Sirus Tamás, Sinanovic Sinan és Kelemen Dávid. Érkezett viszont az NB2 2015-16-os szezonjának gólkirálya, Daru Bence, aki legutóbb Győrben szerepelt. Bár a felkészülési időszak nem tartozik a futballisták kedvencei közé, a 38 fordulós másodosztályi bajnokság kezdetéig le kell rakni az alapokat. Sok edzés van, összetett a program, mindenkinek ugye személyre szabott feladata van. Úgyhogy nem vagyunk friss állapotban, de azt gondolom, hogy ez így van ilyenkor jól. Alakul a csapat, ugye kicserélődött a csapatnak a nagy része. Ugyanakkor azt mondhatom, hogy az új játékosok jól beilleszkedtek, és javában zajlik a munka. A Spalia Debrecenben elszenvedett 2-0-ás vereséggel záruló edzőmeccs után másodikként az NB2-es újonc Monor ellen lépett pályára. A 2x60 perces találkozón Hornyák két góljával és Fodor találatával 3-2-re a nyíregyháziak győztek. Abszolút a terhelésen van a hangsúly, illetve az apróbb dolgokat próbáljuk még csiszolni és beállítani. Én nagyon örültem személy szerint a gólomnak. Több gólt várok a következő szezonban saját magamtól, ez az egyik célkitűzésem. Azt hiszem, itt a csapat szinten látszik az elképzelés, tudjuk, hogy mit szeretnénk futbolozni a szezonban, és ennek fejébe dolgozunk hétről hétre. Elkészült az NB2 sorsolása is, amely szerint július 29-én hazai pályán a Kazincz Barcika ellen kezd a Spadi. Addig még 4 edzőmeccs vár Fodorékra, szombaton délelőtt a Mezőkövesd, délután a Kisvárda, egy héttel később pedig a Tiszaújváros, majd a Nyírbátor ellen játszik Bozsik József együttese.